Rábólintott Maros megye tanácsa a Transzilvánia nemzetközi repülőtér idei költségvetésére, a légikikötő fejlesztésére és működésére közel 16 millió lejt szavaztak meg a megyei önkormányzati képviselők. Idén 10 millió lej áll a Transzilvánia nemzetközi repülőtér rendelkezésére a különböző beruházásokra, és 5 millió 700 ezer lej a működésre. Peti András reptér igazgató szerint bár az elmúlt időszakban a kifutópálya felújítása állt a figyelem középpontjában, számos más beruházást is eszközölni kell a repülőtéren. A többi épületnek, illetve az autóparkolónak a kialakítása, bővítése, a tűzoltó kocsiszínnek a megépítése is, amely európai működési engedélyhez szükséges elvárás, és olyan jellegű berendezések és eszközöknek a vásárlása, amely együtt jár a forgalom növekedésével, amelyre mi számítunk. Még ebben a hónapban várják a már korábban megrendelt második tűzoltókocsi leszállítását. Uniós pénzből hosszabbítanák meg a kifutópályát, megépítenék az új utasfogadó terminált és bővítenék a repülőgép parkoló platformot is. A megyei önkormányzat ugyanakkor elfogadott egy másik határozatot is azokról a mutatókról, amelyeket el kell érnie a reptérnek ahhoz, hogy önfenntartóvá váljon. Hogyha állami beruházások történnek egy intézménybe, akkor megvan, hogy mennyi idő alatt kell elérje azt a szintet, hogy önfenntartó legyen, és erre készülnek ezek a tanulmányok, ahol gazdasági szakemberek leírják pontosan azokat a feltételeket és azokat a mutatókat, amelyeket el kell érni ahhoz, hogy a megfelelő időben és a megfelelő hatékonysággal el tudják érni ezeket a mutatókat, és ugyanakkor a végső cél az, hogy önfenntartó legyen a repülőtér. Erre a legkésőbbi időpont 2024. Ahhoz, hogy önfenntartóvá váljon egy repülőtér, legalább 700 ezer utast kell kiszolgáljon. A vásárhelyi reptér 2013-ban jegyezte a legtöbb utast, akkor 380 ezer indulást és érkezést regisztrált a légikikötő. Jelenleg azonban egyetlen utast sem fogadhat, amíg a kifutópályát nem javítják fel teljesen. A munkálatok most az időjárási viszonyok miatt állnak.